Sziasztok! Ebben a rövid kis videóban azzal készültem nektek, hogy megszellőztettek egy-két új információt a Drakensangról, illetve itt van egy ilyen nagyon furcsa kalózos event, amiről beszéljünk pár szót, mit érdemes róla tudni. Tehát olyan hírek láttak napvilágot, hogy a Drakensang novemberben újabb tartalomfrissítést kap még hozzá, megérkezik a level 300. Ezen kívül új kőszintek fognak bejönni, új képességek lesznek, új nehézségi szintek is meg fognak jelenni. Hogy ezek az információk mennyire biztosak, azt nem tudom. Ha van róla több információtok, akkor nyugodtan írjátok a videó alá kommentben. Közben már megérkeztek az új petek is, amiről érdemes beszélnünk, ami egy kicsit így összefügg a kalózos eventtel. Nem is tudom, hogy nevezhetjük egyáltalán eventnek, de végül is mégiscsak az. Na de hol találjátok? Bementek ide, ahol a király található, és itt van ez a kancellár, akivel kell beszélgetnetek, aki rengeteg küldetést ad nektek. Itt nincs haladási sáv, itt nincs külön event ablak, nincs semmi, csak itt van ez az emberke, nála fel tudtok venni ezeket a küldetéseket, és nincs semmi külön pálya, nincs semmi, hanem úgy tudtok itt haladni és bármit elérni, hogyha bementek az üzletbe, akár az eseményfül, vagy itt a főablakban kikeresitek, és itt van ez az Uncharted Treasure Map, amit naponta 10-szer tudtok meg. Venni. Egy darab térkép kerül 5000-be, tehát napi 50000 anderért tudtok 10 darab térképet venni, ami különböző ritkaságú térképeket dobhat nektek. Ha szerencsétek van, akkor legendásat vagy ősi legendás térképet is kaphattok. Én eddig 3 nap vásároltam 10-et, tehát 150000 andert költöttem rá, amit még fontos tudni, hogy vissza is jön ebből ander, tehát én a 150000-ből olyan 50000-et vissza is kaptam. Petet még én nem kaptam. Ezek, ahogy kinyitjátok őket, majd be is vágom ide a videót, ahol pont kinyitottam párat. Ezek adják nektek a kalózérméket. A kalózérmékkel tudjátok az új peteknek egy részét és az új kinézeteket, ezt is mindjárt átnézzük, megszerezni ennél a megbízónál. Na nézzük is, milyen küldetéseket ad. Ha leadtok 30 ilyen kalózérmét, akkor ezt az amforát kinyithatjátok. Na ez egy nagyon érdekes, és szerintem erre érdemes költeni, vagy gyűjteni, mert hogy ebben véletlenszerűen ugye megkaphatjátok a különböző peteket. Most kanyarodjunk is át az új petekre, talán majd beszélünk még a kinézetekről, meg a hátasokról. Egyrészt itt a legérdekesebb dolog az egészben az az, hogy itt van ez a Pirate King Skull, ami 8% sebzést ad zölden, mikor az elszabadult sargon figura zölden 6% sebzést ad. Tehát akkor jelenleg sebzés ügyileg ez lesz a legerősebb követünk. Viszont ez a pet nem szerepel abban az amforában, tehát nem tudom, hogy ezt hogy lehet megkapni. Ha ti tudjátok, akkor kérlek írjátok majd a videó alá. Másik érdekesség, ha rámegyünk, akkor azt írja nekünk, hogy eventen szerezhető. Következő petünk, vannak a vízi lények, különböző kis nagyon cuki, jófej kis polipok, amik életet az fixen adnak, villám ellenállás értéket ad a sárga, akkor ez a fehér plusz védelmet ad az élet mellé, fekete-fekete mágiát, a zöld méreg ellenállást, ugye még a szín is passzol hozzá, a piros tűz ellenállást, és a kék kis cuki polipunk, meg jég ellen állást ad. Ezen kívül van az ezüst sárkányteknőt, védelem és élet, de ami nagyon jó az arany sárkányteknős, ami egyszerre ad védelmet, életet és hárítást. Nem tudjuk, mi jön majd a 300-as szint után, így én azt mondtam, hogy ezt célszerű megszerezni, főleg olyanoknak, akik sárkányharcost építenek, mint én, mert ki tudja, lehet, hogy előbb-utóbb megint előkerül a tank karakter, és arra ez egy tökéletes választás lenne. Ezen kívül bekerült még a madarak közé az arany papagáj, ami egy nagyon szuper kis követő a kezdő karaktereknek, hiszen 50%-kal több ősi tudást ad, 10%-kal több adárman, és 25%-kal több arany. Szuper dolog gyűjtögetéshez. Na de térjünk is vissza itt ehhez a furcsa kalóz eventnek a küldetéseihez, tehát az amforát szerintem ezért érdemes gyűjtögetni, kinyitogatni, illetve kaphatunk egy ilyen kis furcsa kinézetet, akkor különböző effekt aurák, egy nagyon izgi ló, ezt majd ugye megnézzük közelebbről is, mert érdekel engem, és itt van az ezüst sárkányteknős,
van egy ilyen aranyrozmár-szerű valami, a hátas azért ez elég vagányul néz ki. Tehát ezek gyűjthetők vele, én amit tudok nektek javasolni, szerintem érdemes elmenni a két aranypetre. Ezen kívül szeptemberben érkezik majd a születésnapi event, azt már nagyon várjuk. Egyéb fontos információ, most kedden 16-tól 18 óráig tervezek egy élő adást, ahol együtt tudunk végre újfent farmolgatni és beszélgetni, még pont beleférünk a köztes világbeli eventbe. Így készüljetek, ott várlak titeket sok szeretettel, kérlek nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra, ha tetszett a videó. További szép napot nektek!